arra kért engem a Dávid, hogy arról beszéljek, hogy milyen lenne az iskola, ha most kezdenénk. Az első állításom az, hogy nem is lenne. De ez egy másik kérdés. Megpróbálom egy picit visszatérni a történelemben. A tömegoktatási intézmények, azok a 19. század végén, Magyarországon történetesen 1867-ben, ugyanakkor, mint például Nagy-Britániában is az érdekes, jöttek létre, és a lényegük, hogy szétszakították a kapitalizmus maga, szétszakította az életet magánéletre, közéletre és munkahelyre. Addig ez nem így volt, hanem az ember homogén. Kent grófja, az kent grófja, és kész. Reggel, délbe, este. Ehhez képest a munkavállaló, az délelőtt, az nem tudom én, könyvelő, otthon ő a családfő, az utcán a kocsmába, meg ő a, nem tudom én, a szószólója a Drucker csapatnak. Ezt a kapitalizmus csinálta. Úgy csinálta meg a kapitalizmus, megpróbálom túl kiabálni, hogy a felnövekedést is ilyenné tette, és az iskolát, az, hogy az ember felnő, azt munkahelyé tette. Azt csinálta, hogy amíg felnövök, ez az iskola, az egy munkahely. Mindenki úgy van vele, kiemlékszik rá arra, hogy ha a tanítónéni beteg, akkor nem az történik, hogy de sajnos az Anikó néni megbetegedett, hanem hurrá, elmarad az óra. Minden évelején az első dolog megnézik, mikor van tanítási szünet. Jelen pillanatban a Pintér Sándor azért nem tudja közzétenni az éves munkarendet, mert nem tudtak megállapodni a tanítási szünetekben. Ha a tanítási szünet a szervezés rendje, akkor tulajdonképpen szünetekből kéne álljon az év. A munkahely, ugye, hogy reggel hétfőn föl kell kelni, az nem egy jó dolog, egy tizenéves, én kamaszokat tanítok 50 éve. De nincs olyan kamasz, ülnek itt régi tanítványok, meg újak is, de hogy a kiinduló tételt értsék, az iskola az egy ramagy hely. A 19. század végén három ilyen hely született, a kórház, a tömegkórház, a temető és az iskola. Ez a három hely, ami nagyjából ugyanarra a dologra szerveződött, a tömegtársadalom ki akarja elégíteni azokat a szükségleteket, amit addig a közösség elégített ki. Tehát a falu közösség, a kis közösségek hálózatából épült fel a dömegoktatás, ezért szoktuk szírni az amerikai iskolarendszert, mert ott ez később volt, ott még nagyon sokáig a vasárnapiskola helyi közösségek működtették az iskolát, és csak mára vették el a közösségektől ezt. Tehát a kiinduló tétel, hogy értsük, az az, hogy az iskola az egy állami funkció volt, és mihez értett a 19. század végi állam? A hadsereg szervezéshez. Ugye ez volt a dolga. Belső rend, külső védelem, aki történelmet tanult, emlékszik rá, az állam alapvető funkciója, külső védelem, belső rend, jogalkotás, és ehhez a pénzforrása. Ehhez értett az állam. Nem sok adóval, mint a maihoz, nem olyan sok feladattal. Egyszer csak ott állt, hogy olyanokat kellett csinálnia, amely az addig nem értett. Iskolát kellett szervezni. Ötvös ugye ennek a nagy liberális magyar gondolkodó, ugye akkor épp aktuálisan ő a minisztere. És ezért oktatás-végrehajtás intézeteket hozott létre. Megszervezte az államot úgy, hogy megcsinálta a laktanyáit, kitalálták, hogy mekkorák legyenek a termek, hány gyerek üljön egy terembe, megcsinálta a jutasi örmestereket, ez volt a tanítóképző, minden falunak megcsinálták, fölépítették a hálózatot magát, csináltak tantárgyakat, a tantárgyak ilyen kémia, fizika, történelem, földrajz, az ismerős. Ilyen nincsen már. De a helyzet maga, az oktatás irányítás egész rendszere erre van kitalálva. Az állam elvette a családoktól a gyerek felnövekedését, eleinte csak egy rövid időre, 10 évre, aztán utána tovább is, és mivel Magyarországnak az a sajnálatos tragédiája, hogy a 19. század végi rövid történeti időszakot kivéve mindvégig egy erősen centralizált autoritárius rendszerben élt, ezt boldogan meg is őrizte az állam akkor is, amikor erre már semmi szükség nem volt. Tehát a kiinduló helyzet, ez a 45 perces órán homogén korcsoportban tantárgyat tanítunk, ez egy baromság. De erre van kitalálva a rendszer. És ezt nem lehet megváltoztatni, hogy értsék. Azért nem, mert folyosó van, tanterem van, a tanteremben asztalok, székek vannak, és ezen valaki változtatni akar, akkor az vagy iszonyú sok pénzbe kerül,
ugye ez a kiinduló tétel, ugye erre persze nincs pénz, még annyi se, amennyi kellene, vagy pedig ki kéne törölni az egészet, le kéne bombázni az egészet, és újra kezdeni. Ez se lehetséges. Tehát amikor én ezt a fikciót, hogy mi lenne, ha előről kezdenénk az iskolát, akkor ez ugye csak egy történelmetlen mese, röviden a jelenlévőknek, ugye immáron csak, mennyi van? 12 percben. Az alaptézis egyszerű. Tantárgyak már nincsenek. A gyerek felnövekedéséhez ugye valamilyen formában a társadalomnak hozzá kell járulnia. Ez a kémia, fizika, biológia, földrajz, gondolják, hogy micsoda abszurditás. A nehéz nap az iskolába, ez. Kémia, fizika, biológia, földrajz. Akkor tanulni kell, mint az őrült. Másnap rajz, testnevelés, ének. Osztályfőnöki van, akkor meg az a könnyű nap. Gondoljunk csak bele, melyik a könnyű nap? A művészetek, az ének, zene, képzőművészet, a sport, a mozgás, meg a beszélgetés az élet dolgairól. Ez, ami nem fontos az iskolában. A fontos, az hol vannak a shelfek, mi hogy csinálják az enklávéban a H2SE4-et, hogyan lehet a másodfokú megoldó képlettel megoldani egy másodfokú egyenletet, stb. Ez a funkciója. Ma. Erre épít a rendszer. Hangsúlyozom, a legjobb az lenne, ha nem lenne iskola, de mi tudjuk, van egy csomó dolog, ami miatt kell, hogy legyen. Mi az? Az első, ez a tér. Anyu, apu elment, hát mégse adhatjuk ott a gyereket. Tehát szükség van egy gyermekmegőrzőre. Ez iszonyú fontos. Tehát anyu, apu, ugye nem véletlen, hogyha nem lenne tankötelezettség, akkor például a home office-ba dolgozók egy része megpróbálna magániskolát csinálni. Bár ugye a Covid-ból tudjuk, hogy mindenki belebolondult a saját gyerekeibe, és végre felértékelődtek legalább az értelmiségi családok közében a tanárok, de csak rövid időre, zárója bezárva. De minden esetre tény, hogy a gyermek megőrző, a home office megjelenésével funkciója csökken, de azért egy tér az kell. Legyen tehát egy tér, szervezünk klubokat. Ez tök jó. Induljunk ki abból, hogyha van, ugye, de ezeknek nem felel meg az iskola. Folyosó, terem. Ebben nem lehet klubot csinálni. Meg 45 perces órába se. Képzeljék el egy tanár, hogy világos legyen az egész. Heti 24 órában kötelezően tanít tantárgyakat. Az azt jelenti, hogy kettő dolgot jelent. Egyrészt az iskola a szakmai munkaközösségekre szerveződik. A matematika tanároknak van egy szervezete, a magyar tanároknak, a történelem tanároknak. Mi következik ebből? Az következik, hogy az egész iskola logikája arra épül, hogy olyan tanárok közösségére, akik biztosan nem tanítják ugyanazt a gyereket. Tehát az alaptézis az az, hogy a matematika tanárok képviselik az iskolában a matematika érdekeit, de a magyar tanárokat más érdekek képviselik, és az ők történetesen ketten ugyanazt a tanár gyereket tanítják, annak nincs relevanciája. Az lényegtelen kérdés, hiszen a szervezet maga arra épül, az a dolog logikája, hogy hogyan lehet sok pénzt keresni, ha több órája van valakinek? Hogyan lehet jó munkarendet keresni, ha később kezdek, nincs lukas órám? Ugye ezek a, hogyan lehet sikert elérni? Országos tanulmányi versenyt nyertek a gyerekei. Hogyan lehet hibát csinálni? Sokan buknak nálad az órán. Ez mind a tantárgyhoz kötődik. Az iskola tehát nem tantárgyak, nem gyerekeket tanít, hanem tantárgyakat. Erre van szerveződve. Mi következik ebből, hogy az életteret, ezt a folyosó terem, ezt valahogy át kéne alakítani, hogy a homogén korcsoport 45 percben, majd még 45 percre visszatérek, azt valahogy meg kéne próbálni átalakítani. Ugye itt van egy pár AKG-s tanár, vagy diák, tudják, hogy milyen iszonya meló volt a régi 1910-ben épült iskolát egy kicsit átalakítani, ugyanám kisiskolák vannak, minden gyerek közöknek van egy saját lakása, és abba költöznek be 50 gyerek, meg 4-6 tanár, és az övék 7 évig. Na most a kiinduló tézis, de ez egy régi 1910-ben épült iskola. Két épületünk van, egyik 10-ben épült, a másik 11-ben, gyönyörű épületek persze, de hogy az a lényeg, hogy ez iszonyú pénzekbe kerül átalakítani. Na most ez az egyik, tehát legyen tér. A másik, hogy legyen idő. Gondolják csak el, a tanítás az azt jelenti, hogy a tanár a gyerekeket 45 perces órába tanítja. Mit csinál? Amit én most. Fogalmam sincs, hogy ki ül itt.
Fogalmam sincs, hogy ki érdekli. Én állok és dumálok. Ha jövő héten vagy holnap után találkoznánk, akkor az lenne dolgom, hogy visszakérdezzek, hogy ha-ha, miről beszéltem én? Mire való az iskola? Ha, fölírtad, édeslányom, fiam. Tehát, hogy ez a dolog logikája. És erről a szegény tanár nem tehet. Tehát, hogy a tanár nem tud más csinálni, hiszen 24 órában, mondjuk történelem tanár, 3 órája van egy héten töriből, az azt jelenti, hogy 8 osztályban, heti 3 órában tanít A30, azaz 240 gyereket. Mi következik ebből? Az, hogy kedden elindulnak a tankok Kursznál, és kicsöngettek. És csütörtökön, a 3. órában mennek tovább a tankok. Hogy a kettő között mi történt, arról a tanárnak fogalma sincs. Nem tudja, hogy kinek ütötte el a kutyáját az autó, nem tudja, hogy és úgy csinál, mintha folytatódna. Szoktam mondani, hogyha itt csak kerekes székesek ülnének az osztályterembe, azt nekem nem kellene, hogy tudni. Bejövök, volt egy kollégám, ő legalább következetes volt, a 80-as évek elején, itt ül is olyan, Rákóczi-ban voltam iskolaigazgató, aki azt csinálta, hogy egy ülésrendet csinált az egyik terembe, és minden osztályba meg kellett tanulnia mindenkinek, hogy ő kicsoda. Hogy te vagy a Nagy Béla, és akkor te vagy a Nagy Béla. És akkor minden teremben, aki ott volt, akár fiú volt, akár lány, ő a Nagy Béla. Neki csak egy nevet kellett megtanulnia a szerencsétlen matek tanárnak, viszont 240-et. Mit tehetett volna? Ez logikus, elfogadható. Nagy Béla, és minden teremben tudták, hogy a ablak melletti sorban, a balról a 3. a Nagy Béla, az 5. meg a Kovács Lujza. Nem tudom értéke, ez egy logikus válasz, egy értelmes válasz, egy rendszer kompatibilis válasz. Akkor csak meg kéne mondanom, hogy a hely megőrzése helyett mire való az iskola. Első és legegyszerűbb állítás, hogy az iskola a 21. században, eddig is így volt, de most lehetne, 3 dologra jó. Az, vagy nem jó, az lenne, ha jó lenne, inkább ezt mondanám. Az egyik, ez, amit az előbb elkezdtem mondani, hogy ez egy szociális tér. Hogy amikor az ember felnövekszik, akkor nem egyedül van bezárva, mint a Covid alatt, anyjának, apjának rettenetes terhére, akit bérlakásban lakik, nekem már felnőtt fiaim vannak, úgyhogy ezt nem éltem át, de annál nagyobb tragédia, hogy otthon kellett dolgozni, és kb. 2 gyerek ott magolta, nem tudom mit, meg rajzolta az almákat, ugye az, nem, az egy nagyon nehéz dolog. Tehát a tér, ez a szociális kompetenciáknak a kifejlesztése, együttműködés, verseny, szabálytudat, kommunikáció, olyan dolgok, amik az élethez elengedhetetlenül szükségesek, ahhoz meg kell szervezni ezt a teret. Ki kell alakítani a belső szabályokat, de nem jogszabályokat kell csinálni, hanem saját szabályokat. Nálunk például soha nem volt házirend. Ugye most már 38-35 éves az AKG, hogy, és még érdekes módon nem volt szükség rá egyszer sem. Tehát, hogy a szabály ugyanis nem attól alakul, hogy az ember leírja. Gondoljanak be, hogy micsoda elmebaj. Úgy kezdődik az év, hogy ünneplőbe kell öltözni, kiállítjuk a gyerekeket a napra, és megünnepeljük, hogy elkezdődött az iskola. Ki a halál örül annak, hogy augusztus 31-én állhat az udvaron fehér ingbe, sötét ajba, és holnaptól iskolába kell járni? Van olyan ember, az igazgató se, meg az odahívott fideszes képviselő se. Ezek gyűlölik az egészet, és ott állnak, és hazudják bele egymás szemébe. Hogy az első szabály, hogy ezt el kell venni az államtól. Ez nem lehet az állami. A múlt héten megjelent például egy kép egy óvodáról, ahol a napon ültek az óvodások, és az árnyékban egyházi álltak az egyházi méltóságok. Az anyátok. Miért nem fordítva van? Azért nem, mert az iskola, az óvoda nem azoknak felel, akik miatt van. Tehát a következő főszabály az, hogyha ez egy szociális tér, hogy az iskola megrendelője a család. Nem az állam, nem a helyi közösség, nem a Margit néni, hanem az anyukák meg apukák. Ezt szokták mondani, persze, jó, de hát hány szörnyű anyuka van, hány szörnyű apuka van. Ez így van. De ha összehasonlítom a bürokratikus hivatalnokokkal az anyukák és apukákat, akkor az utóbbik győznek nálam. És még egyszer, tehát annál rettenetesebb abszurditás nincs, nem? Tehát, mint az évnyitón a napon állni. Ez már majdnem olyan, mint amikor az ember megásta saját sírját, és úgy lőtték bele.
Tehát, hogy ezt értsék, és szóval kicsit túlzok csak, hogy, tehát nem nagyon túlzok. Tehát az egyik, ez a szociális tér. Együttműködés, szabályok, verseny, ez sokféle tevékenység kell. A másik ilyen, ez a tanulási motiváció. Ennek a megteremtése és a megőrzése. Hogyan akarnak a gyerekek tanulni? Kérem tisztelettel, nem tudom, itt kinek vannak már, vagy voltak gyerekei, egy 6 éves kisfiú és kislány, egész augusztusban hátizsákkal rohangál a hátán, mert ő iskolás lesz. Én még nem láttam olyan első osztályost, aki novemberben is ugyanezt csinálta volna. De még ha ilyen is lenne, ötödikben, amikor egymás után megjelennek az előbb vázolt tanárok, mert még az osztálytanítós rendszer mellett szólnak érvek, ott már biztos, hogy boldog. Olyan, a legtöbb családban például a legnagyobb ünnepé az, hogy apa igazolt. Tehát ennél nagyobb boldogság nincs. Értenek engem, hogy ez mi következik ebből, hogy a legfontosabb feladat a tér, a szociális tér, amiben idő van, a másik, hogyan tudjuk megőrizni a tanulási motivációt. Ha egyszer ez megvan, az igenis, hogy a gyerekek kíváncsiak. Igenis, hogy a gyerekek tudni akarnak. Mi történik? Hogyan kell ezt megszervezni? Úgy, hogyha időt szánunk rá, megszüntetjük a tantárgyakat, a 45 perces órákat, és differenciált tevékenységformára szervezünk. Ettől persze még szar az iskola. Tisztázzuk. Csak, hogy mondjam, azt szoktam mondani, hogy az AKG az egy olyan iskola, mint a kétágyas vagy az egyágyas kórház. Szar dolog egyágyas kórházba is feküdni, de jobb, mint nyolcágyasba. Ez is iskola, az is, de mégis valahogy, ha már az embernek kiveszik a tüdejét, akkor az jobb egyágyasban, mint nyolcágyasban. És a harmadik funkciója, ez talán a, nem mondom, hogy mind a három fölülje, de ugyan a tanulási képességek fejlesztése. Ugye ez eredetileg is benne volt az írás-olvasás-számolás, ez volt a kiinduló tétel. De ennél sokkal többről van szó. Napjainkra például annak az eldöntése, hogy mi az igaz és mi a hamis. Ugye az IA-jal játszunk ilyeneket, itt is van olyan tanítványom, már lehet, hogy nem látom. Azt csináltuk, hogy azt játszottuk, hogy megkérdeztük az IA-t, hogy írd le, hogy 13 éves vagyok. Ki vagy te? És akkor ez iszonyú ostoba bullshit-eket írt a digitális világ, csak akkor odaadtam minden gyereknek, és tessék róla ezt kommentált. Tehát ne te leírd, hanem gondold végig. Az AI ugyanis, ahogy átveszi tőlünk a tanulás szervezést, a Google-nak a tananyagai ezerszer jobbak már, mint egy csomó minden. A digitális nyelvoktatás ezerszer jobb, mint egy csomó minden. Ami nincs benne, az ez. Az igazság keresése. A szöveg megértése. Az együttműködés, a verseny. Egy kamasz győzni akar, de meg kell tanítani, hogy úgy győzön, hogy közben a másik ne veszítsen. Egy kamasznak iszonyú szar dolog lenni, itt azért ülnek egy páran, de hogy bocsánat, de azt majd meglátják, az idősek arra emlékeznek, de is jó is voltam, hogy 10 éves voltam. Egy frászt. A kamasznak lenni borzalmas. Az embernek megnő a keze, a lába, az orra, patanásos. Oda kell menni egy nőhöz. Annál nagyobb csapás az életben nincs, amíg az ember elhatározza, hogy akkor most én, és nem megy oda. És amikor végre sikerül, ott rettek, hogy most pedig mit kell csinálni. Na most, hogyan lehet ezt megtanítani? Egyrészt megtanítani sehogy, másrészt viszont gyakoroltatni lehet. Ebből nem az következik, az is vigyük be a szexet magát az iskolába, de a feltételeit azért lehet. Tehát nálunk például a szőnyegpadló van az iskolába, ami azt jelenti, hogy van olyan, hogy az ember úgy átlép, összebűjt tizenéveseket, és szóvá teszi, a pettingen túl nem megyünk. Tehát, hogy bizonyos élethez, azt is meg kell tanulni. De hogy a lényeg, hogy a közös szabályalkotás az a család dolga. Jó. Köszönöm. Hát most már mindjárt befejezem, úgyhogy mindegy. Akkor mostanáig olyan, mintha nem mondtam volna semmit, de kezdem előről, így a legjobb. Jobb később, mint soha. Ezek szerint ott hátul semmit se lehetett hallani. Jó. Közben lett rossz, az eleje az remek volt. Közben. Jó, akkor elgyengültem menet közben. Igen, igen. Jó, szóval, hogy
nem tudom, értenek-e, tehát ezt a hármas funkciót, a szociális kompetenciák, a tanulási kompetenciák és a motiváció, ha ez megvan, a többi le van szarva. Na most, hogyan lehet ezt megoldani? Ugye, az egyik erre azt szokták mondani, hogy újra kéne kezdeni, én is azt mondtam az elején, de azt mondtam, ha újra kezdeném, nem csak most értsék, azt mondja, hogy az iskola szar dolog, miközben 50 éve csinálom. Azt mondom, hogy az iskola rettenetes hely. Ez csak abban az értelemben igaz, hogy annak, aki ezt csinálja, annak lehet jó. Tehát tanárnak lenni például akkor jó, és ezért fontos a tanári valami, ha autonómiát kapnak, ha övé a tér. Nem egyedül övé, hanem övék. A mi nálunk például az iskola programja, az egy szigorú belső anyag. Azt mi csináljuk, és abban nem engedünk beleszólni senkit. Se az államot, se az anyukát. Úgy van tehát, hogy ha a mama jön, hogy az ő gyereke, azt mondjuk, ez így van. Kérem tisztelettel, ön nélkül az ön gyerekéről mi nem hozunk döntést. Tehát sem ilyet, tehát nem fogjuk elküldeni. Jó, kettest lehet, hogy kap, tehát azt, de annak megvannak előre a szabályai. Tehát ezt lehet tudni előre. De egy döntés se. De ugyanakkor, hogy mi történik az osztályban, abban nem engedünk beleszólni. Mert egy ilyen tanulóközösség, mit hívjuk, hogy kisiskola, az ugyanolyan élő lény, mint egy gyerek. Elkezdődik, 13 évesen kezdődnek a gyerekek, 20 évesen mennek el, és a kettő között, illetve most már van 13 éves iskolánk is, tehát 6 évesen jönnek, és 20 évesen mennek el. Ilyen is van, de ők még csak 17 évesek a legnagyobbak. Mert ezt sokkal később indítottuk. De hogy az a lényeg, hogy az a mi dolgunk, azt meg kell hirdetni, azt közzé kell tenni, előre meg kell mondani, hogy hogyan működik. Hogy lehet ezt megoldani? Úgy lehet megoldani, ha differenciált tevékenységformákat teszünk, és egy-egy ilyen kisiskolának, ahol van 4-6 tanár és 50 gyerek, ennek van egy lakása a házban, és minden döntés az övék. Senki másé. Nincs hierarchia. Én ugye 1987-86 telén kezdtem ezt megírni, és 88. augusztus 27-én alakult meg az AKG. De sose voltam az iskola igazgatója. Sose volt jogom ahhoz hozzászólni, hogy kit veszünk föl, ki jön hozzánk dolgozni, mennyit keres, hogy végzi a dolgát. Nekem az egész, én voltam a rendező. Tehát én nem szólhatok abba bele, hogy mi történik egy kis iskola, illetve egy helyen, igen, ahol én vagyok, aki ott dolgozom. Ebből az is következik viszont, és ez a másik dolog, tehát kisiskola, csak ők autonómok, hogy minden tanár a fizetésének majdnem a felét, picit kevesebb, mint a felét, azért kapja, mert ő valakinek a patrónusa. Tehát nem azért, mert órát tart, nem azért, mert, hanem ő valakiért felel. Általában egy-egy ilyen patronushoz 8-10 gyerek tartozik, néha 12, nekem például most 12 csibém van, úgy hívjuk, hogy ez egy fészekalj, ez már 6. csibém, tehát már egész jó vagyok. Ja, és ezt szeretném mondani, hogy értsék, ne higgyenek senkinek azt, hogy ezek a fiatalok ilyenek meg olyanok. Az az osztály, akit én nekem először voltam osztályfőnöke, ők jelen pillanatban 64 évesek. Tehát valószínűleg az itt jelenlévők elsőprő többségénél idősebbek, de lehet, hogy mindenkinél. Nekik én voltam az osztályfőnökük 1975. szeptemberétől, 14-es koromtól. Tök ugyanolyanok voltak, mint azok a gyerekek, most 8-osok, 7. óta vagyok a patronusok. Semmi nem változott. Ugyanolyan szar dolog oda menni a nőkhöz, ugyanúgy megnő a kezük, ugyanúgy ki van írva az ajtajukra, hogy belépni tilos, és közben pedig ott bőgnek, hogy miért nem jön senki. Tehát, hogy az egész nem változott. A biológia az működik. Hogy egy mondatot mondjak ehhez, van egy kedves történetem erről, Dél-Afrikában voltam, egy ilyen safari parkban, és meg kellett állni, a második autó voltunk, ahol meg kellett állni, és előttünk keresztbe ment egy hatalmas elefántcsorda. Az elején egy óriási nagy böhöm elefánt, aki vigyáztott, és utána anyukák lábuk között a kis elefánttal, de sok. A vége fele, de nem a legvégén, jött egy kamasz elefánt, aki úgy gondolta, hogy ez az autó nem a miénk szerencsére, hanem az előttünk lévő, az egy ellenség. Látszott, közepes termet, lógó fül, szóval, hogy látszott, hogy ez egy igazi kamasz. Kivágta a fülét, fölemelte az orrát, trombitálni kezdett, rácsapott az autó elejére, szerencsétlenül gondolom, hogy
eléggé meg lehettek ijedve, mi se akartunk kiugrálni. Jött mögötte az anyja, oda ment elé, a ormányával lekevert neki két rohadt nagy pofont, az elefánt leengedte a két fülét, beállt a sorba, és ment tovább. Na most azt akarom csak mondani, hogy a szabálytudat az így alakul, nem pofonokkal, hanem konfliktusokkal. Az életnek az a dolog logikája, hogy szokták mondani, hogy például milyen jó annak a tizenévesnek vagy felnőttnek, aki alkoholérzékeny. Az mindjárt az első bulin elviszi a mentő, és többet nem fog berúgni. Viszont a többiek között lesz alkoholista. Tehát, hogy ez a dolog a szituációk sorozatából épül föl az életünk. Az iskolák az a dolga, hogy ebben minél többet vegyen részt. Ebből nem következik, hogy mindenbe vegyen részt, mert az se nagyon jó. És én azt szoktam mondani, hogy ha az AKG-től azt kérdeznék, hogy ez egy jó iskola, akkor azt szoktam mondani, én nem írnám ki, hogy ez az a hely, amelyik egy gyereknek se ártott. Nem a francot. Nagyon sok gyereknek ártottunk. De azon vagyunk, hogy ne ártsuk. Mert a szempont viszont az ő. Nálunk nincs tanévnyitó. Soha nem is volt. Nem örülünk annak, ha elkezdődik az iskola, hanem elmegyünk együtt valahova, és örülünk egymásnak. Mert az meg jó, mert hogy a nyáron, mert arra is emlékezzenek vissza, főleg a 20-30 évesek, talán még emlékeznek rá, hogy ez a nyár tele volt 1000 millió unalmas elemmel. Amikor ugye nem volt még a TikTok, meg nem volt internet, tehát hanem csak az ember a telefonon lógott. Édes lányom, tedd már le ezt a kurva telefont, mert várok valamit. Most jöttél haza az iskolából, és már fölveszed a telefont, stb. Ez mindig megvolt. A nyárnak vannak olyan részei, az ember társai ugyanis, ott vannak, akikkel együtt él. Vegyék észre, hogy például a legtöbb embernek az életről szóló kapcsolatai onnan vannak, ahol utoljára volt tanuló. Az egyetemistáknak, az egyetem után, a középiskoláknak, aki nem jártak egyetemre, a középiskolák, aki csak az általánost végezte, azután, mert ez a tér még így is áttöri ezt a nyomorult falat, hogy közben kémia, fizika, biológia, földrajz van. Tehát autonómiát kell adni az iskolának, autonómiát kell adni a tanároknak, és az állam viszont, és ez az utolsó mondatom, fogja be a száját és fizessen. Amikor arról van szó, hogy az mondja meg a zenét, aki fizetett, akkor őket el kell küldeni az anyjukba. Nem ők fizetnek, hanem mi fizetjük. És amit mi fizetünk, azt arra kell költeni, amit mi szeretnénk ott, a mi gyerekeinkkel történjen valami. És ez igenis, hogy épületeket kell adni, igenis, hogy ez. Például, hogy ha rajta múlna, például eltörölném a tankötelezettséget. Nem azért, mert nem nagyon fontos, hogy ahol például a leszakadó környezetekben, hanem ott fizetni kell a családoknak azért, hogy menjenek iskolába, hogy legyen helye a gyereknek, legyen értelme a családnak, hogy iskolába vigye a gyereket. Tehát, hogy az egész logikáját meg kell fordítani. Iszonyú drága, tegyük hozzá, csak hogy értsék, és tényleg ez a vége. A 60-as években, ami az hívátültetés óta, nagyjából tudjuk, hogy az egészségügy lényegében a halál kivételével, már annak a megakadása kivételével, mindent tud gyógyítani. Tényleg mindent. Nekem tüdőrákom volt, 53 évig dohányoztam, kivették a fél tüdőm, és tök jó vagyok. Semmi bajom, élek és virulok. Ezt tudja az egészségügy. Csak iszonyú drága. Az én követ azt mondja, hogy kurva drága. Mert minden pénzbe kerül. Na most ez az, amit az iskolának eddig nem sikerült kiharcolnia. Mert az iskola is iszony sokba kerül. Mondok példákat, hogyha mi témahetekre utazunk, az egy-egy kisiskolának 3-4 millió forintjába kerül, és van 25 ilyen kisiskolánk. És ez csak egy hét. Ha azt mondjuk, hogy minden tanár a fizetése felét azért kapja, hogy patronus, ami máshol nincs. Ez 150-szer havonta 200 ezer forint, meg még az adója. Havonta. Hogy ezek iszonyú pénzbe kerülnek. Az, hogy digitális iskola vagyunk, idestova 9 éve. Tehát, hogy mindenki a laptopjával járkál az épületbe. Ahhoz egyrészt laptopok kellenek, másrészt pedig az egész hálózatot. Nagyobb a hálózata az AKG-nak, mint a MOL-nak, csak hogy értsék. Mert hogy egyszerre az épületben 1200 egy telefon meg egy gép mozog a házba. Tehát ez iszonyú drága, és az államnak ezt ki kell fizetnie. Jó napot kívánok, Horn úr! Hogyan kezelik a fegyelmezési problémákat? Nem kell fegyelmezni.
Nincs ilyen. Értse meg, én is ott vagyok. Otthon hogy csinálja a gyerekével? Na úgy csinálom én. Ja, nincs gyereke. Nekem van. Úgy csináljuk ott, mint otthon. Csak úgy, mint otthon. Ennek persze vannak hátrányai, mert ugye, hogy értse, mondjuk a 13 évesek azok hárman be tudnak tölteni bármekkora teret. Tehát az egy ilyen... De ha ott vagyunk együtt, akkor ezzel tisztelt. Tehát amikor engem látnak, akkor lefékeznek. És akkor hátatvorok, hogy mennek tovább. Ők is tudják, hogy én nem örülök, hogy összetöri magát, és én is tudom, hogy ha én ott vagyok, akkor meg fog állni. Ha meg nem vagyok ott, akkor van, amikor eltöri a lábát. De igyekszem, hogy ez ne legyen. Nem nagyon kell. Tehát, hogy mondjam, azért egy dolgot tegyük hozzá, nagy a pofám. Azért, mert hogy azért ez egy, bár eredetileg nem így készült, de mára, mivel, úgy említettem, sokba kerül, és az állam ezt nagyon nem szereti, ezt a szülők fizetik ma. Az elején nem így volt, tehát a 90-es években még nem így volt, de ma már ez nem is kevés pénzbe kerül. És azért azok a családok, akik ezt ki tudják fizetni, ugye a Dávis mondta, hogy ő még ösztöndíjas volt, de hát ő már itt van felnőtt nagy, hogy hát igen, ez a társadalmak az a csoportja, ahol ezt rábízunk az anyukákra, meg az apukákra. Egyébként minden családban így van. A cigánysoron is így van. A nagymamára a cigánysoron mindenki hallgat. Mert tudják, hogy ő fontos. Ez kell, hogy legyek fontos én is. Én nekem az lenne a kérdésem, hogy én találkoztam egy volt AKG-s diákkal, aki azt mesélte el, hogy ő egészen gimnáziumig magántanuló volt, és 12 éves korától kezdve a szülei miatt ilyen sámánista kultúrába vett részt, és éheztetés, izzasztás kultúra mellett halucinogén drogokkal adagolták a szülei. És nem igazán emlékezett úgy vissza a gyermekkorára, mint tragikus események sorozatára, illetve az, hogy az apja is később kitanult sámánnak, ez úgy nem igazán jött le a beszélgetésre, hogy erre nem igazán reflektált. És ez a kérdésem, hogy beszéltél effektíve az állampolgárrá nevelésről, mint az oktatásnak egyfajta céljáról, kicsit mint ilyen antikeszmény, és hogy... Szerintem igen, oda járt az iskolába. Nem, utána a gimnáziumban járt oda, mert magántanuló volt előtte. És az lenne a kérdésem, hogy egy ilyen modellben hogyan lehet megvalósítani azt, hogy mégiscsak az állam, meg nem tudom, az oktatástörténetben, mégiscsak az állampolgárra nevelés, az emberek fejében való gondolkozása, a dolgokhoz való viszony, az egy fontos dolog, és én itt ebben az esetben pont azt látom, hogy egy állam, aki túl engedékeny, és a szülőknek hagyja a sámánizmusba belenevelni a gyerekét, arra nem biztos, hogy megfelelő állampolgárrá tud válni. Bocsánat az utód, aki utánam jön, mert húzom az időt. De azért három dologban maradjunk. Az egyik, ha megtudnám, hogy melyik évfolyam, én nem tudok sámánistáról, tudok olyanról, aki drogos lett, de olyanról nem, aki sámánista. Úgyhogy ha megmondanám, hogy körülbelül mennyi idős ennek voltak, akkor utána tudnék gondolni, hogy emlékszem-e ilyenre. De mint említettem, az iskola az itt is iskola. A társam ismeretről itt ülnek például olyanok, akik... Most 20. évükben vannak, és a Grund alapítói például, akik a tüntetéseket szervezték, és közben velem szoktak beszélgetni arról, hogy hogyan működik a társadalom. Tehát, hogy vannak az iskolában olyan tanárok, akikkel erről lehet beszélni. Vannak olyanok, akikről meg a békák nem életéről. Tehát, hogy azt nem mondtam, hogy nincsenek szabályok. Ez nem egy liberális iskola. Ugye úgy kezdted? Ez egy iszonyú kemény, anarchista iskola, ha szavakat használunk. Olyanok, ahol a közösség megdumálja. Azért lenne, hogy tudnám, hogy ki az ismerek olyan lányt, aki ilyen sámánista volt, és aztán a végén hirtelen visszaalakult. Mert azóta is mondtad, jár az agyam, hogy ki lehetett. Általában szoktam ismerni a diákjainkat, bár előfordul, hogy nem. De hogy igen, és de egyébként és ha sámánista lett? Tehát nem tudom, a társadalomtudományoknak nagyon nagy súlya van az iskolában. És minden héten, az mindenkinek szól, minden héten ez a patrónus csapat egyénileg leül a csibéjével, ez a csibe. Ez minden héten szerdán délután van, amikor az élet dolgairól van szó. Ez minden héten van, 7 éven át.
Ezen kívül évente van 4 témahét, aminek az öme az társadalomtudományi vagy ahhoz kapcsolódó, falukutatás, szóval úgy hívjuk élet a burkon kívül, 29-en hét van a 7 év alatt. Az majdnem egy egész tanév. Úgyhogy szerintem ez több, mint a heti 3 töri óra. Azt szeretném megkérdezni, hogy a speciális nevelést igénylő tanulókkal, azok a tanárok, akik egy-egy órát tartanak, hogy hogyan veszik figyelembe őket, vagy hogy mennyi esélye, hogy tudnak róla, vagy hasonlók? Ez egy iszonyú nehéz kérdés. Azért nehéz kérdés, mert egy-egy közegnek megvan a saját homogén közösségi kultúrája. És ugyan vannak esen is gyerekek a házba, de úgy tűnik, hogy az inklúzió, meg ez az integráció, ez világméretekben egy humbug. Azért, mert hogy a tizenéves korosztály nagyon előítéletes, nagyon nehezen fogadja be a másságot, ahhoz ezt át kell élni. Tehát ha egy-egy diák közösségnek van egy-két olyan tagja egy-egy évfolyam a kisiskolának, azt elviseli a közeg. Ha több, akkor bezárkoznak és szigetté válnak. Az nem probléma, hogy a magyart vagy a történelmet, a magyar tanár vagy a történelmi tanár célzottan valakinek tanítja. Az megy. A kicsiknél például van olyan egy árnyékpedagógus, hogyha valaki lassabban halad, akkor melléjük ül egy negyedik tanár, aki csak vele foglalkozik. De mondom, az integrációnak, ennek a másságnak ez a baja, hogy a tizenévesek rohadékok. Lássuk be. És ez egy nagy probléma. Én egyelőre nem találom erre a jó választ. Nagyon keresem, Isten bizony.